Múltkor volt egy műszakhiba az egyik szolgáltatónál, és tömegével érkeztek az üzenetek hozzánk, hogy nyilván megszakították az adást, és megszüntették az ATV-t. Most is annyi történt csupán, csak mint hogy akkor egy kis műszaki hibánk volt. Elnézést kérünk, semmi nem történt, csak az egyik mikrofon elromlott, de most már jó, úgyhogy nem csak látják Hak Pétert, hanem hallani is fogják. Akit a CÖF ügyében hívtunk, a mai sajtótájékoztatón nagyon komoly mondatok hangzottak el. Egyebek mellett az is, hogy André Goodfriend, amerikai ügyvivő, hogyha Magyarországon tartózkodik, és Magyarországon elkövetett bűncselekményekről van tudomása, akkor neki kötelessége a magyar jog szerint elmenni a rendőrségre, vagy az ügyészségen feljelentést, bejelentést tenni, melyik formát választja és milyen ügyről van szó, és ez alól ő nem mentesül attól, hogy ő amerikai állampolgár és amerikai diplomata. Óriási vita indult el, különböző állítások hangzanak el azóta is, és már mindenki jogászkodik, talán az is, akinek nincs is jogász végzettsége. Önnek van, tanítja is. Mi az igazság? Hát én azt gondolom, hogy itt a CÖF jogászának a nyilatkozatában nincsen a jogszabály rendelkezéseknek megfelelő elem. Ugye valóban van a magyar BTK-ben egy olyan szabály, ami a hivatalos személyeket kötelezi feljelentésre, de a diplomaták nem hivatalos személyek. A hivatalos személy fogalmát a BTK 459. szakasz 11. pontja egy A-tól L pontig tartó felsorolásban sorolja fel, ezek között a diplomaták nem szerepelnek. A ifjabb Lomnici Zoltánnak volt egy nyilatkozata, hogy ő külföldi hivatalos személy, de ugyanennek a rendelkezésnek a 13. pontja A-tól D pontig sorolja fel, hogy kik a külföldi hivatalos személyek, és a diplomaták nem tartoznak bele. Tehát már az alapállítás, hogy diplomataként ő neki kötelessége lenne a BTK szerint feljelentést tenni, ez a hatályos BTK a 2012. évi 100. törvény szerint nem állja meg. De még Lomnici Zoltán, ifjabb Lomnici Zoltán, ezt ilyenkor mindig illik hozzátenném, tehát ha elfelejteném, akkor elnézést. Tehát ő még azt is mondta, hogy az ügyvivő akkor válik ilyen bejelentési kötelezettséggel terhelt személyé, hogyha elhagyja az amerikai nagykövetség területét, kilép a magyar utcákra, és onnantól kezdve neki a diplomáciai státusza nem létezik. Hát ezen vitatkoznak a legtöbben talán. Igen. Hát ezen sem könnyű vitatkozni, mert a tények magukért beszélnek. A ügyvivő úr a Twitteren éppen az ATV.hu-nak meg üzente, hogy hol van a megoldás a bécsi egyezményben. Ugye e szerint a diplomatákat mentességi jog illeti meg. Ugye erre a nyilatkozatra ifjabb Lomnici Zoltán újabb nyilatkozattal reagált az ATV.hu-nak, és azt mondta, hogy hát az ügyvivő úr tudatlan a magyar jog tekintetében. Hát én azt gondolom, hogy itt van tudatlanság, de nem biztos, hogy az ügyvivő úr vonatkozásában, mert a jelenleg hatályos magyar büntető eljárási törvény ugye azt mondja ki, hogy a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyek tekintetében, idézem, most azért hoztam, nem szoktam szövegeket idehozni, ugye ez az 553. szakasz második bekezdés úgy szól, hogy diplomáciai mentességet élvező személlyel szemben büntető eljárási cselekmény a mentesség felfüggesztéséig nem végezhető. Ugye ez egy más szabály a nemzetközi jogon alapuló mentesség, mint a közjogi mentesség, tehát ami az országgyűlési képviselőket, bírókat, ügyészeket, alkotmánybírókat, stb. Megilleti, mert azoknak az esetében, a közjogi mentesség esetében csak annyit mond a törvény, hogy kényszerítő intézkedést nem lehet velük szemben folytatni a tettenérés esetén kivéve. De a diplomáciai mentességnél a hatályos magyar büntetőeljárási törvény teljesen összhangban a nemzetközi kapcsolatokról szóló Magyarországon 1965-ben kihirdetett, eredetileg 1961. április 18-án elfogadott bécsi egyezménnyel semmifajta eljárási cselekményt nem lehet diplomatával szemben végezni. Tehát a füstölgő pisztolyjal találnak egy diplomatát egy szűk sikátorban, akkor mi történik? Felszólíthatják, hogy távozzon és kész? Tulajdonképpen sajnos azt kell mondani, hogy ennyi, és ez nem precedens nélküli a nemzetközi gyakorlatban. Talán többen emlékeznek rá, hogy 1984-ben történt egy nagyon súlyos bűncselekmény Londonban. Tüntetés volt a londoni líbiai nagykövetség előtt, és ezt a tüntetést rendőrök biztosították, közöttük egy Yvonne Fletcher nevű 26 éves rendőrnő, akit a követség ablakából kilőve megöltek. Ez 1984-ben történt, Líbia nem járult hozzá a diplomaták mentességének a feloldásához.
1999-ben még a Kaddafi rezsim elismerte a felelősségét, tehát 15 évvel a cselekmény után, és felajánlott kompenzációt, az áldozatok anyagi kompenzációt, és most, amikor megbukott a Kaddafi rezsim, akkor felmerült annak a lehetősége, hogy megkeresik az elkövetőt, és felelősségre vonják, ezt nem tudom, hogy sikerült-e megtalálni. Tehát sajnos a nemzetközi kapcsolatok úgy szólnak, hogy diplomatával szemben semmit nem lehet tenni. Egy dolgot lehet tenni, ugye a büntető eljárási törvény azt szabályozza, hogy a legfőbb ügyész a külügyminiszter útján nyilatkozatot kérhet, hogy fennáll-e a diplomáciai mentesség, tehát először tisztázni kell, hogy olyan személy-e a elkövető, akit diplomáciai mentesség illet. Ha megállapítja a külügyminisztérium, hogy megilleti a diplomáciai mentesség, akkor megkérheti a küldő országot, hogy mondjon le a mentességről, de ha a küldő ország, mint Líbia esetében ezt megtette, azt mondja, hogy nem mondok le a mentességről, akkor a hazai jog szerint nem lehet eljárni. Hát akkor marad egy a politikában, a diplomáciai életben ismert jog, a kiutasítás joga, amit megtehet a magyar kormány, de hát az majdnem egy hadüzenet egy diplomáciai nyelvben. Így van. Ugye nyilván, ha kiutasítanának Magyarországról egy nagykövetet, akkor a magyar nagykövetet is kiutasítanák onnan. Ugye volt arra példa, hogy a diplomáciai mentességet megsértették az iráni forradalom idején, amikor az iszlamista diákok elfoglalták az amerikai nagykövetséget, és foglyul ejtették a diplomatákat. Azóta sincsen diplomáciai kapcsolata Iránnak az Egyesült Államokkal. Tehát ez egy olyan súlyú lépés, ami beláthatatlan következményekkel jár. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar jogszabályok alapján az anyagi jogot tekintve sincs igaza, tehát nem terheli a diplomatákat befejelentési kötelezettség, mert az csak a hivatalos személyeket illeti, és csak a magyar hivatalos személyeket. Nem lehet kiterjesztően értelmezni a külföldi hivatalos személyre, de ha még úgy értelmeznék, a diplomata akkor sem minősül külföldi hivatalos személynek. Eljárás jogilag pedig a diplomata teljes mentességet élvez, tehát ő a nagykövetségen belül is mentességet élvez, ugye erre is vannak példák, hát a magyar történelemben mentességet adhat egy nagykövetség, mint Szenti Józsefnek az amerikai nagykövetség adott mentességet, és a Kádár rendszer nem hatolt be a nagykövetségre, és nem próbálta megsérteni. Sőt, Nagy Imrének a jugoszláv nagykövetség, bár őt ugye kicsalták onnan egy trükkel, és jelen pillanatban például Uruguay londoni nagykövetsége ad menedékjogot a WikiLeaks kezdeményezőjének, illetve megalapítójának, mert hogy az ő kiadatását kéri. Tehát a diplomáciai vonal az nagyon-nagyon érzékeny. És én megmondom őszintén, nem nagyon értem, hogy magyar közéleti személyiségek, itt a CÖF jogásza, előtte pedig a NAV elnöke, mit találta el őket, hogy így önmagukat lejárató akciókba kezdenek, mert hát ez nagyon-nagyon sokat árt Magyarországnak. Nem egy és hát kicsit kétségbe esett politikai akció ez a jogon túl? Hát a jog nyelvébe burkoljuk, de igazából nem a jogról szól. De én azt gondolom, hogy egy jogásznak mindig a törvényesség talaján kell állni, tehát semmilyen szervezet, akármilyen nagy tömeg támogatás van mögötte, vagy esetleg van mögötte, semmilyen szervezet képviselői, akik jogászok, nem léphetnek fel a törvénytelenség talaján. Nagyon tehát nem tehetnek úgy, mintha ők a törvény felett lennének. Egy utolsó kérdés. Ismeretlen személlyel szemben fogalmazzák meg majd az indítványukat, feljelentésüket, ezt mondták, tehát nem nevezik meg André Gutfreund ügyvivőt tettesének, a bűncselekménynek. Akkor elindul a nyomozás? Valószínűleg nem. Tehát én azt gondolom, hogy ha valami tényt beleírnak a feljelentésbe, ami arra utal, hogy ez egy diplomata követte el, akkor az ügyészségnek el kell utasítani a feljelentést arra hivatkozva, hogy diplomata nem követheti hát el a BTK szerint. Ez mégis egy politikai bohózat, ez nem jogi ügy. Igen, azt gondolom, hogy igen, és ennél csak az a rosszabb bohózat, hogyha az ügyészség úgy tesz, mintha komolyan venni ezt a lépést. Ugye jelen pillanatban, ha beérkezik a feljelentés, 3 napon belül kell dönteni az ügyészségnek, hogy elutasítja, elrendeli a nyomozást, vagy esetleg 15 nappal meghosszabbítva az időt a feljelentés kiegészítéséről dönt, de én azt gondolom, hogy ebben az ügyben egyszerűen a jogi alapok hiányoznak, a feljelentést el kell utasítani, hogyha a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény, vagy a gyanú hiányzik. Van olyan szomorú gumicsont? Gumicsontnak nyilván nincs arckifejezése, de lehet, hogy ez az. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.